Sziget István emlékének adózva rendezték meg a mögöttünk levő hétvégén azt a szenior atlétikai versenyt, melynek már 22 éves hagyománya van, de most már az egykori testnevelő nevét viseli. A megmérettetésen több számban is kipróbálhatták magukat a nevezők, az alsó korhatár 35 év volt, e fölött bárki indulhatott a versenyen. A futószámokban 100 méter, 400 méter és 3000, mind női, mind férfi, magasugrás, távolugrás, súly és gerely. Kerül megrendelés, ugye férfi-női versenyző. A bajnokság legidősebb versenyzője Kovács István 85. életévében is fiatalokat megszégyenítő formában mutatkozott be. Én most magasugrásba és hármasugrásba indulok. Hát aránylag elég kevés verseny jut össze. Sajnos a nyíregyháziak is rendeztek versenyt a mai napon, és a debreceniek inkább oda mentek. Sajnos elmaradtak most már a szexherdiak is, ugye az ottani szervezők sajnos meghaltak, és kevesebben tudnak így versenyezni. Hát aránylag gyulajak, szép száma vannak, és ez örvendetes. Nagy Nékotrocó Andrea nem először vesz részt a versenyen, ahogy fogalmazott, erre bárki tud időt szakítani, ha akar. 3000-en indulok, meg 400-on. Hát az az igazság, hogy nem tudom most mennyi lesz az időm, fogalmam sincs, mert nem indultam a legutóbbi országos bajnokságon se, mivel nem voltam jó formám, ami ritkán fordul elő. A szervezők bíznak benne, hogy még hosszú évekig meg tudják rendezni a versenyt, hiszen azért minden nehézség ellenére van utánpótlás. Egyre nehezebb a fiatalokat kimozgatni a gép elől, de látjuk azokat, akik most segítenek a verseny lebonyolításában, hogy ők itt vannak a lebonyolításban, és ők aktív sportolók is, tehát van utánpótlás ennek a megszállott társaságnak. A Senior Kupa végén valamennyi versenyző egy emlékplakettet kapott, és egy ebéddel zárult a bajnokság.